kedves nézők, a Budapest étteremből jelentkezünk, a Second Avenue-n, a Magyar negyedből, és magyarországi vendégeink vannak, nem Budapestről, hanem Pécsről. Bemutatnám őket, két professzor a Pécsi Egyetemről. Kérem, hogy mutatkozzanak be a nézők. Jó napot kívánok! Nemeskéri Zsolt vagyok, Pécsi Egyetem egyetemi tanára, és én a Kultúratudományi Intézetet vezetem, az egyetemnek a Kultúratudományi Pedagógus Képző és Vidékfejlesztési Karán belül. Üdvözlöm én is a nézőket, Zádor Iván vagyok, és a Pécsi Tudományi Egyetem Kultúratudományi Pedagógus Képző és Vidékfejlesztési Karának vagyok külügyi dékán helyettese és egyetemi docens. Jövetelük célja? A jövetelünk célja az volt, hogy Bardosh professzor úrral együtt egy közös programot valósítunk meg a New York Egyetem, illetve a Pécsi Tudományi Egyetem közös gondozásában. Ez a programsorozat, mondhatom így is, ez a Shoot for Earth elnevezésű programsorozat, amely évek óta fut, és a Pécsi Tudományi Egyetem is támogatja ezt a kezdeményezést, ami azt a fajta zöld gondolatot igyekszik erősíteni nem csak magyar résztvevőknek, hanem világszerte, amely azt gondolom, hogy napjainkban egyre fontosabb kihívás, és erre mindenféleképpen reagálnunk kell. Tehát itt tulajdonképpen az történt, a Pécsi Tudományegyetem, ami amerikai magyar televíziónk, és a Kindl Gábornak a Pixel TV-je hármasban csinálják ezt a Shoot for Earth nevezetű filmmaratont, amelyben egy perces filmeket kell csinálni 24 órán belül, és a győzteseket elvisszük Kanba, ezt már megcsináltuk a múltkor, és ennek, mivel most lesz a 10 éves évforduló áprilisban, ennek az ünnepélyes megnyitója és bejelentője volt az én a telefonfilmes osztályomban a New York Egyetemen, gyakorlatilag összefoglalva, ugye ez történt. Voltak már New Yorkban, és ha igen, akkor mikor, hogyan? Én egyszer voltam korábban New Yorkban egy hetes időszakra, és akkor főként ilyen turisztikai céllal átutazás volt, mert egy másik amerikai városban egy konferencián vettem részt, és ez az egy hét, ez lehetőséget adott arra, hogy jól megismerjem a főként a turisztikai nevezetességeket. Néhány évvel ezelőtt én is jártam már New Yorkban, egy hóvihar miatt egy konferenciára mentünk Floridába, de sajnos a gép nem ment tovább, ezért egy másfél napos New York-i tartózkodás sikerült. Kicsit megnéztük a várost, igaz, hogy hóviharban történt, de ettől még azért egy kis ízelítőt kaptunk New Yorkból. Ha most még visszatérnék a tegnapi eseményre egy kicsit. Milyen benyomást tett a tegnapi este, és ez a telefonfilmes osztály, ami itt van a New York Egyetemen? Nagyon érdekes volt megfigyelni, hogyha egy picit másra is válaszolhatok, nem csak a kérdésre, hogy maga az egyetem, a Tisch School of the Arts, ahol voltunk, és ahol voltál kedves végigvezetni minket, hát teljesen lenyűgözött minket az a technológiai, technikai felszereltség, amivel itt találkoztunk. A hallgatók, akik az osztályba járnak, nagyon kedvesek voltak, nagyon jól vették a versenynek a bejelentését, és én úgy láttam, hogy nagyon motiváltak arra, hogy ebben a versenyben részt vegyenek. Reméljük, hogy ezek a hallgatók, ezek a jövőben majd tényleg bekapcsolódnak ebbe a világversenybe, és azon érdekes elgondolkozni, hogy lehet, hogy ezekből a hallgatókból lesznek a jövő nagy filmrendezői, akiket nem baj, hogyha ez a zöld gondolat egy kicsit megérint. De visszatérve az eredeti kérdésre, az egyetem az fantasztikus benyomást tett rám, és a felszereltségével, a hallgatókkal, az egész millió egyszerűen tökéletesen alkalmas a tanulásra és tanításra. Úgyhogy nagyon érdekes élmény volt. Hát persze nekik ez egy hatalmas durranás volt, mert ugye itt az volt, hogy nem csak
ott voltak személyesen összesen 5 vendégek, mert majd még beszélünk a Gabiekről és a többiekről is. Tehát, hogy ott egy személyes megjelenés volt, hanem a tetejében ezt az egész bejelentést a Zoom-on csináltuk, és ebbe bekapcsolódtak Los Angelesből, Magyarországról, tehát a világ más pontjairól is, és a nagy képernyőn láttunk mindenkit együtt. Hát azért ez elég különleges volt, nem? Igen, és ilyenkor látszik, hogy a 21. század technikai lehetőségei hogyan tudják összekapcsolni az egyébként földrajzilag, fizikailag nagyon messze lévő helyeket, és azok az emberek, akik közösen gondolkodnak, ezek a technikai lehetőségek ezt lehetővé teszik, hogy tényleg közösen dolgozzunk ilyen típusú projekteken. Nagyon érdekes volt, hogy nem csak, ugye Magyarországról is volt több bekapcsolódó, volt olyan, akinek a nyertes filmjét is le tudtuk vetíteni, és nagyon-nagyon érdekes volt az, hogy mindenkit megtapsoltak a hallgatók, hogy lehetett látni, hogy értik, meg élvezik azt, hogy mi történik itt, mi történik velük. És talán még egyetlen egy mondattal kiegészíteném a korábbiakat, hogy nagyon szerényen, eddig nem beszéltél arról, Karcsi, és azt gondolom, hogy ez főként a te érdemed, hogy ez a produkció, maga a világverseny, ez 2021-ben Cannes-ba egy különleges díjat is nyert. Igen, igen. Tehát ez valóban ugye erősen terjed. Na most azért nem ez volt az egyetlen programunk, mert hiszen elmentünk a magyar főkonzulátusra is. Így van. A magyar főkonzulátuson a konzul úr fogadott minket, és azt gondolom, hogy megértette, hogy miről szól ez a kezdeményezés, megértette azt, hogy a magyar diaszpóra, azok, akik akár most hagyták el Magyarországot, vagy korábban hagyták el, második, harmadik generációs magyar diaszpóra tagok, hogy hogyan tudnak, és mennyire kulturálisan, mennyire fontos, hogy bekapcsolódjanak ebbe a világjátékba. És csatlakozva Zsolthoz, ez azért is fontos, mert a film nyelve olyan nyelv, amihez nem szükséges a magyar nyelvtudás. Tehát, hogyha egy következő generáció már nem beszéli a nyelvet, a film nyelvén mégiscsak elmondhatja azt, hogy mit gondol a fenntarthatóságról, a környezettudatosságról, és mégiscsak az egész versenynek van egy magyar jellege. Úgyhogy ez mindenféleképpen egy fontos irány. Hát erről még egy pár szót kéne szólnunk, hogy nyilván ez is érdekli a Pécsi Egyetemet, hogy ennek az egésznek, tehát az alapvető témája ennek a környezettudatos gondolkodás előmozdítása. Így van, ennek a témája a környezettudatos gondolkodás. A Pécsi Egyetemet több szempontból érdekli ez. Egyik szempont az az, és talán ez a legfontosabb, hogy mi minden képzési programunkba beszeretnénk építeni azt, hogy a hallgatókat megtanítsuk arra, hogy mennyire fontos a klímáról, a környezettudatosságról gondolkodni, és minden cselekvésükbe, akár hogyha óvónők lesznek, óvodapedagógusok, vagy tanárok, vagy akár filmezéssel foglalkoznak, mindig gondoljanak erre. Ugye a másik dolog az, hogy a mi karunkkal elindult most egy úgynevezett gyártásszervező képzés, hiszen nagyon sok amerikai produkció forog már Magyarországon, és ennek olyan szakemberigénye van, aminek a kielégítéséhez mi is hozzá szeretnénk járulni, és ebből a szempontból is nagyon fontos ez az együttműködés, hogy itt tényleg egy profi filmes csapattal tudunk együtt dolgozni. Hát ugye ez engem nagyon megérintett, onnan jött az ötlet, már tavaly is, amikor csináltuk, a zöld filozófia nevet adták, ez mit? Igen, ahogy az előbb is beszéltünk róla, a környezettudatosság, a fenntarthatóság, a fenntarthatóságra nevelés szinte mindegyik képzési programunkban valamilyen formában megjelenik, és ez a fajta, ez egy, akár egy filozófiának is, egy modern 21. századi filozófiának is felfogható, hiszen az emberiségnek reagálni kell valamilyen formában ezekre a kihívásokra, a mi generációnknak is, és a következő generációknak is, akik a pedagógus képzésben, vagy a Pécsi Tudományegyetem más szakjain tanulnak. Így már érthető, hogy az ENSZ közgyűlés jelenlegi elnöke, aki magyar, Körösi Csaba,
vállalta el, hogy ennek a versenynek a fővédőke legyen, ami számunkra egy óriási dolog, és még azt is hozzátette, hogy amikor áprilisban csináljuk a 10 éves évfordulónak a versenyét, akkor a mind a két versenyből a győztes filmeket be fogja mutatni az ENSZ-ben. Hát azt hiszem, hogy ez egy óriási dolog. Továbbra is akkor figyelemmel kísérjük ezt, és reméljük, hogy Kamba együtt lehetünk, amikor a győztes filmeket ott bemutatjuk. Vendégeink Magyarországról, ezúttal lehet, hogy Budapestről, de lehet, hogy Budapesten kívülről is, mindjárt megtudjuk. Mindjárt be is mutatkoznak. Az egyikük Szabó Gabriella, aki a mi telefonfilmes vetélkedőnknek a sajtófőnöke, és egyúttal, amikor díjkiosztó ünnepségek vannak, stb., akkor ő a háziasszonya az eseményünknek is. Szeretettel üdvözöljük itt New Yorkban. Köszöntöm én is Önt, és köszöntöm a nézőket is itt New Yorkban. Óriási élmény Budapestről érkezve New Yorkba, és itt a Budapest étteremben találkozni Önnel, Önökkel, és a jövendőbeli játékosokkal, és a filmversenynek a résztvevőivel. Úgyhogy köszönöm a meghívást, köszönöm a lehetőséget. Igen, és vendégeket is hozott. Kéri Teréz vagyok, Esztergomból érkeztem, és a Pázmány Péter Tudomány Egyetem Vitéz János karának dolgozója voltam, szociológus. De hát ez azért van, mert ugye kettős misszióval jött ide. Mi a másik misszió? Nagyon fontos küldetés számomra, hogy a kommunikációt és a magyar kommunikációt, a magyar nyelvet tulajdonképpen megpróbáljuk összefogni, megpróbáljuk eljuttatni, és megpróbáljuk ezt küldetésként felfogva az alapítványommal gyakorlatban átültetve további. Mi az alapítvány teljes neve? A Jövő Kommunikációi Alapítvány, amin keresztül tulajdonképpen én a Forgass a Földért filmversenynek is a kommunikációját tulajdonképpen végzem, és sajtófőnökként, háziasszonyként ebben részt vehetek. És ennek az alapítványnak a tagja, a támogatója Kéri Teréz is, aki szociológusként részt. Szóval milyen munkát, milyen minőségben vesz részt ebben az alapítványban? Ennek az egész kérdésnek, ha megkapom, még ez egy kezdeti szakasz, megkapom a dokumentumokat, akkor a szociológiai vonatkozásait szeretném megnézni, és a szociálpszichológiai vonatkozásait. Mert hiszen a filmkészítés még ilyen módon is, hogy a telefonjával készíti valaki, ez is egy közös munkát jelent valakikkel, és az egész pedig ugye Magyarország, sőt, a magyarok a világ különböző részein ezek közötti kapcsolatra is rá lehet világítani, vagy meg lehet vizsgálni. Voltak már New Yorkban? És ha igen, akkor egy pár szót arról. És hogy milyen a mostani? Nagyon nagy élmény számomra, hogy én másodszorra lehetek itt New Yorkban, és tulajdonképpen pont az alapítványommal és az én barátaimnak és kollégáimnak köszönhetően Kéri Teréznek és Rozgonyi Miklósnak, aki egyébként szinten itt van, és az alapítványomban részt vállal és támogatja a mi munkánkat, az én munkámat. Ez egy óriási dolog, és gyakorlatilag a mostani megjelenésünk és a mostani lehetőségünk, hogy egyrészt a filmversenyt, hogy itt mi is tudjuk kommunikálni, mi is itt el tudjuk indítani és közzé tudjuk tenni, hogy ez egy mekkora nagy dolog, és hogy mennyire nagy lehetőség a Föld bármely pontján ebben a versenyben részt venni. Én azt gondolom, hogy ez egy óriási élmény nekem is innen New Yorkból közvetíteni és kommunikálni mindezt, de ahogy mondtam, másodszor vagyok itt New Yorkban, és hát rengeteg élmény van számomra, mert hát azt gondolom, hogy néhány nap alatt New Yorkot bejárni nem lehet, úgyhogy én nagyon-nagyon bízom
benne, hogy a filmverseny is majd még lehetőséget ad arra, hogy akár a kommunikációs alapítványomnak köszönhetően, ennek a munkának köszönhetően, akár a könyveimnek köszönhetően, amivel remélem, hogy itt majd még lesz egy roadshow állomásom is, eljöhetünk majd még New Yorkba, illetve hát a filmversenynek remélem, hogy itt egy olyan fontos állomása lesz akár a jövő évben, amiről majd még sokan tudhatnak a nézők közül is. Úgyhogy a második alkalom, de remélem, hogy nem az utolsó. Hát ha már szóba hozta a könyvet, akkor mutassuk is be. Emeljük fel a kamera számára. Örömmel, és én nagyon-nagyon köszönöm, hogy ezt a könyvet bemutathatom a nézőknek. Az én első könyvem a szóvivőkről szól. Ennek folytatása is született, úgyhogy van már szóvivők második könyv, illetve született egy műsorvezetők című könyv is, ami nagy interjúkból áll. Magyarország gyakorlatilag a legismertebb szóvivői és műsorvezetői televíziós személyiségei szerepelnek ebben a könyvben, amivel én Magyarországon több helyszínen is roadshowzom, ilyen talkshowkon mutatom be a könyvet a szereplőkkel együtt, és hát az az én nagy álmom, hogy ide New Yorkba is elhozhassak majd néhány szereplőt legközelebb, és itt is akár itt találkozhassunk az Amerikában, a New Yorkban élőkkel, hogy itt is ők is elolvashassák, megismerhessék egyébként a könyvön keresztül ezt a nagyon érdekes szakmát, ami szorosan kapcsolódik egyébként ahhoz a munkához, amit mi az alapítványunkban végzünk, és amivel én nagyon-nagyon nagy öröm, hogy a Forgass a Földért filmversenynek is a sajtó szóvivője lehetek. Úgyhogy nagyon köszönöm ezúton is. New Yorki élmények. Hát én már nem először vagyok itt, mind a két gyermekem itt ebben a városban részben és New Jersey-ben tanult, és mind a kettőjüknek köze van ehhez a dologhoz. A fiam reklámfilmrendező és operatőr, a lányom pedig nemzetközi kommunikációt tanult itt, aztán elvégezte Kolumbián is a történelem szakot, tehát én emiatt többször is itt voltam. És nagyon sok szép élményem van. Nagyon-nagyon sok élményem. Nem is tudom, melyiket emeljem ki. De ez inkább család. Hát közben volt egy találkozónk, ugye a magyar főkonzulátuson is. Azt gondolom, hogy egy újságíró, egy szóvivő számára a könyveimmel, meg hát a filmversennyel kapcsolatban egy olyan pillanatot, egy olyan élményt megélni, hogy a magyar főkonzulátuson is bemutathatjuk a munkánkat, hogy én képviselhetem sajtófőnökként, háziasszonyként ezt a nagyszerű globális világjátékot. Ez egy felemelő élmény és felemelő lehetőség volt. És én azt gondolom, hogy nagyon nagy a feladat, ami ránk vár. Azt gondolom, hogy rengeteg dolgunk van, és egy fantasztikus lehetőség előttünk, amivel még több embert, még több Amerikában élő magyart, fiatalt és időst, és mindenféle generációból érkező filmrajongót szeretnénk bevonni. Úgyhogy én nagyon-nagyon örülök annak, hogy találkozhattunk a követségen és a konzulúrral, és nagyon örülök, hogy megismerhettük a New York Egyetemet, ahol egy nagyszerű élmény volt számomra, hogy itt köszönthettük a világ számos pontján az érdeklődőket, hogy megismerhettük professzor úr filmes óráját, és azokat a tanulókat, akik itt a New York Egyetemen tanulhatják ezt a nagyon-nagyon izgalmas szakmát. Én bennem folyamatosan az fogalmazódott meg, hogy annyira szeretnék ismét fiatal lenni, és egy ilyen egyetemen tanulni, és éppen az ön óráira is járni, mert hát óriási élmény volt. Úgyhogy én ezt csak javasolni tudom mindenkinek, hogy akinek lehetősége van, az igen, menjen utána, és hát jöjjön velünk erre a versenyre. Hát a diákokat nagyon meglepte, kellemes meglepetés volt, hogy oda bejöttek öten, és ezen kívül rajta voltunk a Zoomon keresztül, a nagyvásznon kivetítve a világ más részeiből, ugye beleértve a nemzetközi zsűri elnökét, a Lawrence Földest, a Los Angeles Filmiskolából a programigazgatót, a kollégámat, aki ugye zöld tantárgyakat oktat. Yeah, my name is Peter Tarazakis. I'm a professor over at NYU. I've been developing and teaching curriculum on abrupt climate change and green world environmental issues for the past 10 years.
I was in Greenland 5 weeks this past summer, and before that in 2019 for a shorter period of time on National Science Foundation and NYU grants to build some information on communicating what's going on in Greenland. And I'm thrilled to participate in this program. It's very important. Please tell a few words about the environmental angle and that you are making this film. I'm working on this is from a place called Sermelik Fjord, which is connects to Helheim Fjord, which has Helheim Glacier just at the western end of it. This is in East Greenland. I met 31 people there, which is 1% of the population of East Greenland. It was an extraordinary time. What else can I say? The change is accelerating. The melting is accelerating. Especially having been there pre-COVID, and now it was kind of extraordinary to see the changes that are happening. And I might jump into the cell phone cinema classroom one evening, say hello to everybody, and show you guys a quick thing I've been working on. Even though all of this was not shot with a cell phone, I did shoot a lot of video up there with cell phones. Tehát az esemény végére tartogattunk egy nagy csattanót, ami egy óriási meglepetés volt a diákoknak is, az, hogy az ENSZ közgyűlés jelenlegi magyar elnöke, a fővédnöke ennek az eseménynek most, és megígérte, hogy tehát a mostani előversenynek, ami november 22-ig kell beadni a munkákat, és 29-én lesz az eredményhirdetés, majd pedig az egy percet 24 óra alatt kell megcsinálni április 15-én, és utána a verseny győzteseit megígérte, hogy meghívja nem a győzteseket, hanem a filmeket, bemutatja az ENSZ-ben. Hát ez egy óriási dolog, nem? Én azt gondolom, hogy a 10 éves jubileumi verseny ennél nagyobb méltóságot, ennél nagyobb ünneplést és ennél nagyobb támogatottságot azt gondolom, hogy nem is kaphatott volna, és megérdemelten kapta. Úgyhogy én nagyon-nagyon büszke vagyok arra, hogy ilyen fővédnökkel, ilyen konzuli támogatással, olyan zsűrivel, amiben Szabó István ott van, amiben olyan kiválóságok, mint Laurence Földes, vagy éppen a többi zsűritag szerepelnek, akiket most nem szeretnék felsorolni, mert nehogy kihagyjak véletlenül valakit is, de azt gondolom, hogy a méltósága ennek a 10 éves ünnepi versenynek ezt mutatja, és a komolyságát, a fontosságát pontosan ahhoz méltán és méltó módon jelzi, ahogy ezt Jancsó Miklóssal annak idején önök elindították. Úgyhogy én úgy érzem, hogy a legszebb ünneplése lesz ennek a 10 éves jubileumnak. Úgyhogy én nagyon várom azt a kocintást, azt a gyönyörűséges, hatalmas tortát, amin ott lesz a 10 éves ünneplésre szóló gyertyasor, és azokat a versenyzőket, akik ebben az ünnepi évben majd elindulnak. Úgyhogy én ehhez nagyon-nagyon sok sikert kívánok önöknek, professzor úr, minden résztvevőnek, a zsűrinek, és hát persze magunknak, hogy egy csodálatos szervezéssel nagyon-nagyon nagy siker legyen ez a filmverseny, és még ezt követő sok-sok 10 éven keresztül. Hát én nagyon, nagyon remélem, hogy maradunk szoros kapcsolatban persze, de hogy amikor ez Magyarországon lesz, ugye, ezek az eredmény kihirdetések, akkor remélem, hogy én is ott tudok lenni, csatlakozunk, és akkor ismét találkozunk, és hát folytatjuk a munkát tovább. Hát addig is, a mielőbbi viszontlátásra búcsúzunk, kedves nézőink!